A szőlőt és bort ünnepelték Bátkos útfalván január 22-én, amikor vincenapi venyige szentelőre gyűltek össze a helybeli szőlősgazdák, borászok és vendégeik ifjabb Nagy István szőlős kertjében, a Riesling Szőlészek és Gyümölcsészek Egyesülete szervezésében. Immár 5. alkalommal ünnepelték így Szent Vince a borászok védőszentjének napját, évről évre felelevenítve így a termésjóslással is egybekötött hagyományt. Az alkalmi szavalatok és bordalok elhangzása után a megjelenteket Bika Lajos, az Egyesület elnöke köszöntötte, majd Tóth József plébános és Móricz Árpád református lelkipásztor kért áldást a szőlőskertekre és emberekre, akik itt munkálkodnak. A lelkipásztor egy 1786-ban Bácskasútfalvára került úrasztali kannából megszentelte a venyigéket, és reményét fejezte ki, hogy a víz a termésből majd borrá válik. Az ünnepség része volt a venyige vagy vince vesszővágása, amit vízben kirügyeztetnek és a hajtása állásából következtetnek az évi termőképességre. Érdekességként elhangzott, hogy régen a jobb termés reményében bekapáláskor bort rejtettek a föld alá, a szőlősorok végére hurkát, gömböcöt kötöztek, ezzel ösztönözve növekedésre a szőlőfürtöket. A venyige szentelőn mindenek előtt a házigazdát, ifjabb Nagy Istvánt kértük mikrofon elé. Lassan 5-6 éve foglalkozok szőlészettel, ez ilyen családi örökségből lett az enyém, és ez most jelen pillanatban 3 kadrát. 5-6 év, akkor egy kis tapasztalat azért már van a hátad mögött. Lassan szedegetem össze itt a gyakorlatból is, meg a szőlésztársak segítségéből a tapasztalatokat. Milyen szőlővel foglalkozol? Hát javarésze portugízer, van egy bizonyos százalék szlanka, és körülbelül ez. A korábbi években is ezt a fajtát termesztetted? Igen. És jónak bizonyult? Hát, elég tűrhetőnek a minősége is. Milyen szőlőről van szó? Csemege szőlőről, borszőlő? Borszőlő. És a borok milyenek belőle? A portugízerből abból elég jó borok vannak, a szlanka az jobban mennyiségi. Egy-egy évben körülbelül mennyi bor készül el? Hát évtől függően olyan volt 100 litertől, most tavaly előtt évben akkor 600 liter. A tavalyi évben éppen nem sikerült semmit, mert nem sikerült megmentenem a szőlőt. Mi volt a gond? Hát a betegségek, sok eső, peronospóra. Az idén mire számítasz? Ez a vince nap mire utal? Hát, reméljük, hogy jobb lesz. Mit jelent számodra ez a gazdálkodás? Ez hobbi szinten gazdálkodok, mivel földműveléssel foglalkozok jobban, ez csak ilyen hobbi. Az ünnepségen jelen volt dr. Korsó Zoltán is, akinek szőlős kertjében tavaly tartottak venyige szentelőt. Tavaly az ön szőlőjében történt a venyige szentelő. Ért valamit a termés szempontjából? Igen, nagyon. Én nagyon meg vagyok elégedve. Nagyon nehéz év volt a szőlőre a tavalyi év. Én nekem a régi fajták, a szlanka szépen sikerült. Az új fajták, amelyek több gondozást igényeltek, mint a muskátortónél, vagy pedig a bácska, azokat nem sikerült megóvni, de viszont a szlanka, vagy a tisztességes bor sikerült csinálnom. Bőségesen termett, nagyon jól sikerült, nagyon jól néz ki, és nagyon kellemes a fogyasztása is. Dr. Korsós több mint 30 éve szőlészkedik. Gazdag tapasztalat van a hátam mögött. Igazából tiszta hobbi alapon csinálom az egészet. Szabadidőtöltés, 7 hónapig vagyok évente itten kint, és ezért nem kell nekem se szobabiciklit hajtani, se pedig szaladni az utakon, mert a szőlőben éppen elég rekreatív tevékenység van, hogy az ember egészségileg jól érezze magát, friss levegőn, mozgásban, minden izom mozgó. Nagyon jó baráti kör van itt kint a szőlőben, aki az ember sosincs egyedül, mindig van, akivel egy pár szót beszél, le tud ülni, el tud beszélni, véleményt tud cserélni. Az én területem nem nagy, 10 ár, valamivel több, azon jó 3 kvadrátnak felel meg a moraviszi számítások szerint, ellenben van benne 1500 tőkeszőlő.
ami elég sok, talán kicsikét túl sok is erre a területre, de koromnál fogva nem akarok már változtatni rajta, nekem ez így tetszik, így szeretem, így jó, és így meg tudom munkálni, ki segítséggel. Beszélgető társunktól azt is megkérdeztük, a családban van-e kinek átadni a szőlészkedés tudományát. Szóba se jön. Nincsen. Gyerekeim nem itt élnek, a fiam Magyarországon, illetve Gödöllön, a lányom Németországban, Ankirchenben. Sose érdekelt őket a szőlő. Én itt vagyok, ameddig bírom csinálni, ameddig jól érzem magam, ameddig itt leszek, aztán pedig majd meglátjuk, hogy mi lesz vele. Az előzetes beszélgetésünk során említette, hogy nagyon sok szőlős birtok eladó itt a környékben. Ez nagyon sajnálatos dolog, ez így van. Egy pár éve arról beszélgettünk, hogy milyen gyönyörűen fejlődött fel a szőlészet Moravicán, meg ezen a területen, itten, ebben a szőlőskertek völgyében, hogy mennyi új szőlő lett, és egyszerre csak hirtelen nagyon sok szőlő a tavalyi évben, nagyon sok szőlőskert szőlős lett árulba bocsátva. Hol lebetegedtek a tulajdonosok, hol kiöregedtek, hol meghaltak sajnos, és ezek a szőlők valójában maradtak szinte gazdátlanak. Nem érdekli a fiatalokat, nem érdekli az időseket, ezzel rengeteg a munka, rengeteg a dolog. Viszont a bornak az ára, tehát hogyha az ember próbálja ezt komisszor alapra helyezni, igazából nincsen meg, és nem érdemes az eladás véget csinálni, hanem csak a saját szórakozásra, hobbja, rekreációja véget. És félő az, hogy ezek a szőlőskertek nagyon-nagyon olcsón fognak elkelni. Talán még olcsóbban, mint az egyszerű szántóföld, mert a terep se olyan ideális a szántóföldre, mert ki kell takarítani, ki kell pucolni őket. Félő, hogy nagyon apró pénzét fognak elkelni, egyáltalán elkelnek. Bika Lajosnak, a Riesling Szőlészek és Gyümölcsészek Egyesülete elnökének szavai szerint jó minőségűek a Bácskosútfalvi borok. Szerintem jók az itteni borok. Az viszonyítva, milyennek voltak 20-25 évvel ezelőtt, ahhoz képest a mai borok már tisztességes borok, az asztalra lehet tenni. Akkor is tisztességes volt, tisztességesek voltak a borok, de viszont a mai időben minőségesebbek, tisztábbak, és hát bizonyítják az elért eredmények is, és a fogyasztói körnek a bővülése is. Mindehhez hozzájárult az egyesület munkája is. 1997-ben alakult az egyesület, és ez az idő alatt nagyon sok kiránduláson vettünk részt, szakmai kiránduláson, ezen kívül előadásokat tartottunk, versenyeken vettünk részt, ahol útmutatást kaptunk ahhoz, hogy hogyan készítsünk jó borokat. A szakmaiság mellett a hagyományok őrzését is fontosnak tartják, ezért tartanak már 5 éve Vennyige szentelőt is. 5 évvel ezelőtt kezdtük ezt az ünnepséget szervezni, és ahogy észrevettük a tagság, illetve a vendégek számából, úgy érezzük, hogy erre az ünnepségre szükség van ebben az időszakban, hiszen tudjuk, hogy ilyenkor a szőlőskertekben nincsen különösebb munka, és az emberek érdekelve vannak, hogy egy ilyen rendezvényen részt vegyenek, és hogy ápoljuk a hagyományt. Január 22-e Vince napja, termésjósló nap is. Termésjósló nap. Persze van egy kis hiúság a szőlészetben, és hajlamosak vagyunk majdnem, hogy babonákban is hinni, vagy nem eléggé alátámasztott hiedelmekben. Ugye tél közepe van valójában, és most elmondhatjuk azt, hogy nem volt még eddig komolyabb tél, kivéve azt a rövid karácsonyi újévi időszakot, amikor hát mínusz 10 fok is volt, és azon alatti hőmérséklet is. Úgy gondoljuk, hogy még a tél véletlenül sem ért véget, februárban föltétlenül folytatódni fog, úgyhogy olyan túl nagy jóslatokban nem lehet belefogni, de azért a szőlőskertek, a tőkék állapota jó.
A tavalyi év az egy nagyon furcsa esztendő volt, és a sok csapadék hatására az időjárás igen mély nyomokat hagyott a szőlőtőkéken, a szőlőhajtásokon, a rügyeken, és a szőlős gazdáknak föltétlenül foglalkozni kell ezzel a tavalyi évi állapottal, és amint ki fog tavaszodni, a növényvédelmet fokozottan el kell végezni. A tavalyi rengeteg csapadék nyomot hagyott a tőkéken, gondolok itt főleg a különböző gombabetegségekre, a peronoszpórára és a lisztharmatra, és ezek áttelelő gombák, és jelentkezni fognak. Úgyhogy a télvégi lemosó permetezést is el kell végezni, meg aztán majd, amikor beindul a vegetációs időszak, akkor megint csak fokozottan kell törődni a szőlőtőkékkel. Az idén egy fiatal szőlőtermesztőt választottak házigazdának, hisz az egyesületben fiatalításra törekednek. 20 éves egyesületünkben többnyire idős tagok vannak, 70 évesek, sőt annál idősebbek is, de hála Istennek vannak fiatalabb tagjaink is, akik hát vagy a szülői, a nagyszülői hagyományokat ápolva, de azért merészkedtek belefogni a szőlészet tudományába. Talán még célra törőbbek a gyümölcstermelők, köztük még egy kicsit több fiatal is van, de azért a szőlészetben is találni fiatal szőlős gazdákat. Az egyesület hagyománya olyan, hogy minden évben más-más szőlőskertben találkozunk, és más-más szőlőskertekben végezzük el a venyigeszentelőt is. El kell mondanom azt, hogy nagyon jó együttműködésünk van az egyházakkal, és kivétel nélkül minden évben a katolikus egyház és a református egyház fők is megjelennek, és segítkeznek ebben a vincenapi ünnepségnek a megrendezésében. Tóth József plébános hangsúlyozta, hogy a szőlő nem urat kíván, hanem szolgát. A szőlőtulajdonosok évszázadokkal ezelőtt is jóformán az egész évet a szőlőben töltötték, de emellett kellett az isteni áldás is. Mi emberek megteszük, amit lehet, ami tőlünk telik. Ugye a szőlőnek az a hagyománya, hogy hát nem urat kíván, hanem szolgát, és akkor hát évszázaddal ezelőtt is a szőlő tulajdonosok hát majdnem az egész évet a szőlőkbe töltötték, és hát jó van az emberi munka, de akkor is, régen is érezték, hogy hát azért kell az isteni áldás is, hogy ne legyen túl nagy szárasság, se túl nagy nedvesség, se nem pont az, amit éppen megkíván a szőlő, és hogy hát, hogy tényleg sikeres legyen az esztendő, és hát, hogy meglegyen a szőlőnek is a megfelelő ára, értéke, hogy tényleg haszonnal tudja megtermelni a jövedelmét a szőlős gazda, miért egészébe fáradozott. A plébános Szent Vincéről is megemlékezett. Ő Spanyolországban született, ő ott nőtt föl, ott szenvedett vértanú halált Diokléciánus császár idejében, amikor hát jó néhány vértanú keresztényről tudjuk, hogy körülbelül az ő uralma alatt szenvedtek vértanú halált, és hát Szent Vincéről tudja a hagyomány, hogy eléggé nagy szenvedéseken esett át, elég is sok vért vesztett szenvedései, küzdelmei között is, akkor amikor egy ilyen embert láttak szenvedni Krisztusért, akkor a hív emberekben megfogalmazódott, hogy jó van, tehát ők is életüket adják Krisztusért, ők is az ő emberi rátermettségük folytán talán helytállnának, de ráébredtek arra, hogy azért, hogy Vince helytálljon, azért Isten is belesegített, Isten is adott neki erőt, álhatatosságot, hogy helyt álljon, példát adjon, mutasson neki is, és hát ezek szerint a későbbi korú keresztényeknek is, hogy ne hátráljonak, merjenek helyt állni azon értékek, azok javak mentén, amik
valóban érdemesek, valóban maradandóak mindannyiunk számára. Móricz Árpád, református lelkipásztor többek között arra emlékeztetett, hogy a szőlőskerteket is, mint az egész világot csak használatra kaptuk a Teremtőtől, hisz az emberi a fáradtság, az Istené pedig az áldás. A bor hagyományáról kérdeztük. Hát a legrégebb időkre nyúlik vissza a borhagyománya. Én most így kapásból első lépésként, ami nagy lépés lesz, Krisztusig lépek vissza. Ugye, aki az úrvacsorában szerzi számunkra, tehát a bornak a szentségét és ajándékozza nekünk, amikor felemeli a kelyhet az utolsó vacsorán, azt mondja, hogy ez az én vérem, az új szövetség, és igyatok ebből mindjárt mondja számunkra, úgyhogy ez egy 2000 éves lépés, ugyebár így elsőként, de aztán még messzebb mehetünk egészen az Ószövetségben. Most is itt a notáztak a dalárdások, ugye Noéról énekelnek, akinek adja az Úr a tőkét, hogy ültesse el és megvidámítsa a szívét, tehát egészen odáig, nagyon-nagyon messzire, tényleg Noéig, szó szerint Noéig vissza lehet menni a szőlővel és a borral. A szőlőtőkéket egy 1786-ban Bácskaútfalvára került Úrasztali Kannából szentelte meg. Az Úrasztali Kannáról is érdekes történetet tudtunk meg. Ez egy Úrasztali Kanna, ami tulajdonképpen még a településnél is öregebb, ugyanis a falu 1786-ban települ, Karca Kunmadaras Jász kísérő, tehát ez egy ismert dolog alapvetően, és ezt az Úrasztali Kannát 1786-ban még Karcagról hozzák a települők. Tehát az akkor már 50 éves kanna volt, írja és rajta feliratán szerepel, és ez egy jelképes dolog, hogy tulajdonképpen akik útra bocsátották az ide települőket, már egy ilyen komoly alapvetéssel és szép gondolattal bocsátja útra az útra indulókat, hogy a legfontosabb legyen ott. Tehát az úrasztali kellék, tehát az úrvacsorához szükséges dolog az ott legyen, hogy még itt még semmi nincs, pusztaság, falu sincs, ház sincs, de úrvacsorát már lehet venni, tehát ami azt illeti, hogy az Istenbe kapaszkodásnak egy nagyon szép jele, és ez nagyon fontos és tanulságos számunkra, és tulajdonképpen azért hozzuk ki évről évre ezt a kannát ide, hogy így kötődjünk ezekhez a szép dolgokhoz, gondolatokhoz. Most is azt mondtam, hogy most még víz van ebben a kannában, de az Úristen is az égből szálló áldást vízformájában adja a tőkéknek, és a tőkék pedig azt transformálják valami csodamódján az Isten szándéka szerint, és szőlő lesz belőle, a szőlőből pedig bor lesz, és aztán visszakerül az Úr asztalára, ebbe a kannába, mármint szentség, Krisztus vére. Végül Januskó Józseffel, az Egyesület oszlopos tagjával is elbeszélgettünk. A munkáról szólva kiemelte. Ez a civil szervezet, az Egyesület úgy működik, hogy hát ugye összeszedte a gyümölcsészeket és a szőlészeket, összetömörítette egy civil szervezetbe. Én már 19 éve, egyik a legidősebbek vagyunk Vajdaságban, köszönve az egyik néhai elnöknek, aki összetömörítette a szőlészeket, és azóta fölállunk. Hát olyan 90-95 állandó tag van, ami elég széles körű, kezdve Topiától Balsáig, Krivaja, Moravica, Pacsir, Bajmok. Mindenhonnan van tagságunk. Elég nagy tapasztalattal rendelkezünk, és hát úgy évente ilyenkor télen a mezőgazdászokkal, mikor ugye vannak ilyen szeminárok, akkor jönnek enológok is, akik ugye hát fölvilágosítanak bennünket, hogy kell, mint kell termelni, hogy kell a bort megőrizni, és hál' Istennek, hogy elég jó, eltanultuk már ezt a szakmát. Mennyit változott a szőlőtermesztés és a borkészítés az évek hosszú során át? Hát én elmondom, hogy mennyit változott a szőlő és a borkészítés az a 19 év alatt. Valamikor elejével, mikor összejöttünk, akkor az egyik horgosi szőlőtermelő, aki hát enológ is, és ugye hát Horgoson városelnök is volt, mikor meghostolta a borunkat, azt mondta, hát ez a mau boruk, ez egy olyan kocsisbor, hogy azért kocsisbor, azt mondja, mert a kocsis is legusgolva, issza meg, mert olyan rossz.
Na most ez már azóta nagyon-nagyon megváltozott, és helyen-helyen így hát Horgoson mindig van a borszentelés karácsony napján, és mindig mondom neki, hogy hát uram, azért kóstolja meg a bírónkat, kóstolja, azt mondja, hát jó, ez már nem olyan, ez már nagyon jó bor. Hát ennyit változott ez a 19 év alatt, sőt, amikor jönnek ezek a borászmérnökök, megkóstolják a borunkat. Azt mondják, hogy nagyon finom a mi házi borunk. Dimbes-Dombos gyönyörű vidéken találhatók a bácskosútfalvi szőlőskertek, amely megfelel a szőlőtermesztésnek. Hát ez a telecskői dombok eléggé megfelelnek a bizonyos fajta boroknak, amit ugye a kitapasztaltuk már ez az évtizedek után. Sőt, az utóbbi két évben, három évben megalakult egy borrend telecskői dombokkal, a Sveti Dimitri Szent Debetör borrend, és hát ugye elég sok borrend van, gondolom sokan csatlakoztak hozzá, és hát kifolt egy olyan, hogy amint a szabadkai borvidéken a homoki bor, ugyanúgy kifolt ez a telecskai, vidéki telecskai borok fajtája és a minősége. Hogy látja a jövőjét ezen a vidéken a szőlőtermesztésnek? Hát ezen a jövőt azért nem nagyon lehet látni, sajnos, mert hát most én is már benne vagyok a korba, még a szőlőszek is már 60-on fölül vannak egyesek, na most vannak egy pár fiatal is, mind ahogy most ez a, ahol most vagyunk, és egy fiatal borász, és vannak egy jó pár fiatalok, próbálkozunk minél több fiatal bevonni, kicsit kevesebb, nagyobb mennyiségben, meg mi egymás, de hát inkább vannak ilyen kis szőlészek és gyümölcsészek, főleg gyümölcsészek, próbálják bevonni a konyhakertészeket. Mert hát ugye ők is ilyen valami termelők, és kellene, hogy csatlakozzanak hozzánk, hogy minél szélesebb körük legyenek. Hát most nekünk van egy ilyen, ami hát dicsekedtünk, a helyi Kovács Gyula iskolának van egy fiatal szőlész társaságja. Ott az iskolában van egy 60-nyehány fajta, vagyis tőke szőlő, és hát azok a fiatal szőlészek, hogy így mondjam, egy tanár kísérletével csinálják is. És próbáljuk őket bevonni ebbe a szakmába, a szőlészet és a gyümölcsészet szakmájába, és hát próbálunk még többet bevonni, kisebb-nagyobb sikerrel. Ácsi bácsi, Jani bácsi, most iszik a Pista bácsi, levele, levele, váljon egészségére. Ki a borát meg nem vissza, macska farkát húzza vissza, levele, levele, váljon egészségére. János bácsi eladta a szamarát, még az éjjel elmulatta az árát. Felesége még utána jajgatva, una szamarára vénak a szófa. Kocsmárosné hozzon édes pálinkát, hagyd rugatom be ezt a bimboszorkány. Nem kőnékem se pálinka, se borra, una szamárára vénak a szófa. Nem kőnékem se pálinka, se borra, una szamárára vénak a szófa. Én vagyok az, aki nem jó, kocsmajtó nyitogató, kocsmajtó nyitogató, boros pohár hajtogató. Én vagyok a kunsági fi, nem parancsol nékem senki, se a